Sziasztok, Ildi vagyok. Ma érkezett a legújabb Oriflame-es rendelésem a 13-as katalógus új termékeiből. A 13-as katalógus, mint itt láthatjuk, mindig az Oriflame címoldalán, szeptember 4-től szeptember 24-ig érvényes. És a katalógus címlapján szerepel egy vadi új sorozat, a Swedish Spa sorozat, egy megújult változata, mint a zászlós hajója ennek a katalógusnak. De mielőtt még ezeket a termékeket megmutatom, mutatok még egy-két érdekességeket, amik igaz nem mostani újdonságok, de most akadtak a kezembe, és nagyon megtetszettek nekem. Itt van ez a kis eszköz, ami arra szolgál, hogy a hajkefénkből ki tudjuk jól szedni a hajszálakat. Hát ez nagyon praktikus dolog. Gondoltam, hogy érdekel benneteket, hogy néz ez ki élőbe. És ami egy másik dolog, és ezt is szintén most láttam először, ezt is szeretném nektek megmutatni, ez a muszlin arctisztító kendő, nem tudom, miért mondtam muszlimot, muszlin arctisztító kendő. Egy kis használati utasítást is kaptunk ehhez a kendőhöz. Tehát be kell nedvesíteni, utána rátenni az arctisztítónkat, és mosakodni vele, utána pedig könnyedén kiöblíteni. Két oldala van a kendőnek, a durvábbik oldalával kell radírozni és arcot tisztítani, és van egy simábbik oldala, egy sima fele, amivel el lehet távolítani az arctisztítót. Ez pihe kis, könnyű kis darab, nagyon könnyű kiöblíteni. Ez hasznos kis jószág. Ezt szerettem volna megmutatni nektek most, mielőtt rátérnénk erre a spa sorozatra. Tehát a Swedish Spa eddig is kedvelt termék volt az Oriflame-nél, de most egy egész újfajta csomagolásban, újfajta illattal és újfajta összetevőkkel jelentkezik. Svéd természetes összetevők alkotják a sorozatotnak a hatóanyagait, amik bőrpuhító, kondicionáló hatásúak, revitalizálják a bőrt, hidratálják. Az egyik fő hatóanyaga ez a... Rámegyünk. Ez a Corallina officinalis extractum, tehát a vörös korallból nyerte ki egy hatóanyagot, ami hatóanyag, ezt a hatóanyagot a tengerek, óceánok rubinjának is nevezik, mert hogy nagyon gazdag antioxidánsokban, hidratál, revitalizálja, regenerálja a bőrt, gazdag magnéziumban, kálciumban, a rugalmasságot, hidratálást és erősíti a bőrnek a barrier rétegét. Ez a hatóanyag, ez a vörös korál, mindegyik termék, minden Swedish Spa termékben benne van, kivételt kép ez az olaj, annak a hatóanyaga pedig egy alga, egy barna alga. Így néz ki a testolaj. Korábban is volt a Swedish Spa sorozatnak egy olaja, amit nagyon szerettünk, sok mindenre használtuk, hajra, bőrre, testápolónak a gazdagítására, rendkívül könnyen jól beszívódik, nem zsírosítja a bőrt. És most egy szuper szettet kínál nekünk az Oriflame az új termékekből, ezt a szettet, ami áll egy testápolóvajból, az olajból és a szappamból. Mutatom nektek a termékeket. Tehát itt ez a hatalmas nagy tégelyben a testápolóvaj. Egyébként ez a kis csillogás azt jelzi, hogy maga a termékben is van egy kis csillogás a fürdőolajában is, a testápolójában is. Ennek a hatóanyagai szintén természetes összetevők, olyan, mint az édesmandulaolaj, repceolaj, kókuszolaj. Van ez a szappan, amit korábban is nagyon szerettünk, a Swedish Spa szappan. Az egyik oldala masszíroz, a másik oldalával pedig radírozni lehet. Tehát ez a három termék, a szappan,
az olaj és a testápolóvaj együtt bevezető áron 2800 forint, ami nagyon jó kis ár. Ehhez a sorozathoz még tartozik két termék, egy bőrradír. Ezt a bőrradírt ebben is talán látjuk, ezt a kis szemcséket. Ezt most sajnos pont nem szereztem be, viszont ezt a másik terméket, ez egy nagyon érdekes termék, egy fürdőolaj, amit hogyha belecseppentünk a fürdővízbe, akkor egy ilyen krémes, teljes állagúvá válik a fürdővíz. És az az érdekessége még ennek a Swedish Spa sorozatnak, hogy nem csak a bőrünket ápolják, hanem így ezt a csodálatos természet összetevőit felhasználják egy holisztikus szemléletben arra is, hogy a belső nyugalmat, egy kényeztető spa élményt nyújtson, egy tiszta tisztaságot, jó érzést, és ehhez megvásárolhatunk törölközőszetet, aki a katalógusból 3000 forint értékben vásárol, az megvásárolhatja kedvezményesen ezt a törölközőszetet. Ennek még a színe, ez a levendula szín is, a nyugalom színe, a levendula is a nyugtató hatásáról híres. Magák a textúrái a termékeknek szintén egy frissítőek, finomak, kényeztetőek. A testradír pedig természetes szemcséket tartalmaz, sókristályokat, mandulahéjat és az E-vitamin. Ez nagyon finom, gazdag testradír, az elődje is az volt korábban. Ezek voltak a spa termékek. Van itt még egy újdonság a katalógusban, az univerzális balzsam most egy új illattal rukkolt elő, gránátalma mag. Gránátalma jótékony hatásairól már hallottunk sokat, és az univerzális balzsam, ami annyi mindenre jó, a száj ápolására, berepedezett körömágy, nátha után a kipirosodott orr, ekcémás területek, ez a kis csoda balzsam mindig jó, ha van a táskádban, mert szinte mindenre jó. Minden száraz, kényes, ekcémás, sérült dolgot csodálatosan nekem mindig begyógyítja a nátha után az orromat. Hát ezeket akartam nektek megmutatni, de itt van még egy izgalmas dolog, amit én most rögtön fölbontok, és hol is van egy új illat, ez az új illat. De most erről nem beszélnék részletesen, de fel kell most bontanom, mert itt van, és ki szeretném próbálni. Ez az új illat az On the Edge EDT, egy virágos, fás jegyek kontrasztja jellemzi. Bocsánat, zörög-zörög ez a papír. Ez maga a doboz. A parfümöknek mindig a doboza sugallja az illat jellegét is. Tehát ez a kontraszt, a fekete, a rózsaszín, az ezüst. És nézzük, hogy néz ki. Hopp. Hogy lehetne jól látni. Nagyon szép az üvege. És kipróbálom. Hát igen, ahogy a leírásban is olvasom, először egy ilyen narancsos gyümölcsös illat, amit érzek, de ez később itt az ígéret szerint át fog menni egy vadabb, rokkos, merészebb illatba, amit az alapjegy, az illat alapjegye okoz, amiben egy nőies bőr összetevő van.
itt erre utal ez a kép is, ez a Bird Jackie. Egyébként az illat nagyon jól mutatja a kis üvege, hogy a kupak és egy ilyen szegecses, rokkos beütésű. Tehát ez egy érdekes illat, erről még fogok nektek beszélni. Most minden esetre köszönöm, hogy velem tartottatok. Hogyha tetszett ez a bemutató, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és nézzétek velem együtt meg az Oriflame legújabb termékeit, újdonságait. Ha feliratkoztatok, ne felejtsétek el a kis csengő ikont is megnyomni, hogy kapjatok értesítést, ha új videót tettem föl. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!